Milyen művészeti ágakban alkotott Csobor Antal, és milyen elismerésekben részesült pedagógusi és művészeti pályája során? Ilyen és ehhez hasonló kérdések szerepeltek az idei városismereti versenyteszt lapján. Az a célunk, hogy a középiskolás diákok minél jobban megismerjék a várost. Feltételezzük ugye, hogy nem mindenki székesfehérvári lakos, de aki székesfehérvári, az sem mindenki olyan nyitott szemmel járkál hétköznapokon az utcánkon, mint ahogy most ennek a vetélkedőnek a kapcsán ezt elvárjuk tőlük. Tehát szeretnénk ráirányítani a figyelmet eldugott olyan objektumokra, utcákra, nevekre, amikkel ugye a hétköznapok során nem szoktak szembesülni. A Szabad Művelődés Háza által 1976 óta rendszeresen megtartott városismereti verseny nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Nem csak jó elfoglaltságot jelent a versenyzőknek, de hasznos ismeretekre is szert tehetnek. Így látja ezt Nagy Dániel is, a 11-es Széchenyi diák rendszeres résztvevője a városismereti versenynek. Azért jöttem el, mert jó a társaság, és érdekesnek találom, hogy végigjárhatjuk a várost egy csapatban. Másrészt pedig izgalmas verseny, mert megtudhatjuk a városban lévő érdekességeknek a helyét, hogy miért vannak, miért emeltek róla táblát, és igazándiból ezért. Mintegy 70 csapat, azaz 280 középiskolás diák indult el ma Székesfehérvár belvárosába, hogy helyesen megválaszolja a tesztlap feladatait. És hogy milyen eredménnyel zárul a megmérettetés? Nos, az október 11-én derül ki, hiszen ekkor tartják majd az ismeretlen ismerős Fehérvár városismereti verseny eredményhirdetését.